Forgulókkal telt meg a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola aulája. Minden megjelent koripot készített, vagyis egy olyan speciális polipot, ami a koraszülött babák fejlődését segíti már az inkubátorokban. A kezdeményezése nem csak szülők és nagyszülők vállalkoztak, több diák is csatlakozott a programhoz. Nagyon jó érzés, és szeretek is horgolni. Szóval azért is jöttem, mivel mondták, hogy lehet ilyet csinálni. Stojka Jessica internetes videókról tanult meg horgolni, és amikor megtudta, milyen megmozdulás lesz az iskolában, rögtön jelentkezett. A koraszülött kisgyerekeket szeretném ebben támogatni, meg már régebb óta kezdtek horgolni, és azért, mert hívtak több embert, és akkor én is jelentkeztem én is jövök. Az első koripok 2015-ben jelentek meg a koraszülött osztályokon idehaza. A színes baba barátanyagból készült állatkák közelsége, a köldögzsinóra emlékeztető csápok megnyugtatják a kicsiket, emellett segítenek abban is, hogy ne a körülöttük lévő csöveket, érzékelőket piszkálják. 100%-os pamutvonalat lehet használni, amelyik nyálálló, úgynevezett mercerizált, csak olyanokból horgolhatunk. Erre, hogy a festék nem oldódhat ki, nagyon szorosra kell horgolni, hogy a tömőanyag ne kerüljön ki a korip külsejére. Harisnyát teszünk bele, abba tesszük bele a tömőanyagot, nagyon keményre tömjük. Ez a babák első barátja is, és ha az évek során tönkre menne, akkor újat ad. A kezdeményezés mostanra a mozgalommal nőtte ki magát Magyarországon. Ehhez csatlakozott a Bonyhádi iskola. A Koraszülöttek Országos Szövetségével fölvettem a kapcsolatot, elmondták a feltételeket, mi mindent megvalósítottunk, ahol láthatjátok is. Egyetlen egy dolgunk volt csak vissza, hogy a szülőket, nagyszülőket beszervezzük erre a tevékenységre. Az önkéntesek nagy része semmilyen módon sem kötődik a koraszülés témájához, mégis fontosnak tartják, hogy támogassák azokat a családokat és babákat, akik küzdenek ezzel a nehézséggel.